Győznünk kell, ha meg akarunk menteni valamit Romániából, és amennyit még lehet az Európai Unióból is. Ezt mondta a csütörtökön Gyulafehérváron Claudiu Târziu, az AUR országos vezető tanácsának elnöke és európai parlamenti képviselőjelölt. Sorsdöntő pillanat előtt állunk, június 9-én eldönthetjük, megváltoztatjuk az utunkat a szakadék felé, ahová Bukarestből Niku és Márcsél, Brüsszelből pedig Ursula von der Leyen vezetnek, vagy sem, fogalmazott Gyulafehérváron Claudiu Târziu EP képviselőjelölt. Az AUR politikusa szerint a Brüsszelben hozott és Bukarestben lehajtott fejjel elfogadott döntések minden románnak kárt okoznak, majd csúsztatásokkal teli eszmefuttatásba kezdett. Ha megtiltják nekünk a fával való fűtést, szinte mindannyian szenvedünk, hiszen a romániai háztartások 85%-a fával fűt. És nem lesz szabad többé fával fűtenünk a saját fáinkkal, amelyeket egyébként az ő cégeik vágják ki esztelenül, és feldarabolják, pénzt csinálnak belőle, és nekünk semmi sem marad. Sem erdőink, sem pénzünk, gyakorlatilag a kezükben vagyunk. Június 9-én a szabadság és rabszolgasság, a jólét és szegénység, a szuverenitás és vazallúság, a béke és háború, az élet és halál között fogunk választani, fogalmazott drámai módon a szélsőségesen nacionalista politikus.